Itt vagyunk a The Slag Gang oszti formáció egyik tagjának otthonában. Kezdjük a legelején, honnan ismeritek egymást? Hát már talán nekem már az óvodából is vannak emlékeim Gáborról, de úgy igazából iskolában, általános iskolában, 4.-5. osztályban kezdtünk el úgy igazán haverkodni, még így egy foci csapatban játszottunk kb. Egymás mellett laktunk meg ilyenek, de vannak ilyen régi fényképek, ilyen majdnem babakorunkból, és nem baba, olyan 3-4-5 éves korunkból. Szóval nagyon régen. És honnan jött az ötlet, hogy ezzel a fajta zenével kezditek el együtt foglalkozni? Hát ez is elég régen történt, nem tudom, szerintem nagyon régen rappet hallgattunk mind a ketten, és egyszer csak ezt úgy nem. Ez nem úgy van, hogy nem most akar rappelni fog, hanem elkezd az ember szövegeket írkálni, meg zenéket csinálni, és előbb-utóbb. Előbb-utóbb elkezdte az egészet, csak azt hiszem. Mindketten írtok szövegeket? Igen, mindketten csak saját szöveget rappelünk fel. Ennek is van értelme, hogy te valamit el akarsz mondani, ezt te írod, meg semmi értelme, hogy valaki megírja neked, hogy te ezt gondolod, vagy így, szóval ennek semmi értelme. Meg így tudod hitelesen elnyomni, hogy a saját érzéseidet te magad fogalmazod meg. Ha igazából valaki megírja neked a szöveget, bűzöd nincs, hogy mire gondolt, és akkor nem, ugye azért nem csak szövegről szól, hanem előadásmódról, hangsúlyozásról, hogy érzelmet, szóval érzelmeket viszel bele, akkor azért más szövegét nem tud ugye elnyomni. Elég szókimondóak ezek a szövegek. A fellépés alkalmával hogy vettétek a közönség, hogy fogadja ezeket? Hát most közönség úgymond az volt, akit mi hívtunk, a mi barátaink, és ők tudták a szöveget, tehát nekik ez bejön. Mondjuk igyekeztünk azokat a szavakat, amit úgy gondoltuk, hogy ott nem kéne, azokat kihagytuk. Igen, a káromkodásokat most ilyen, szóval délelőtt volt a fellépés, szóval nem kezdünk úgy elortibálni ilyen szép szavakat, hát vagy ott helybe átköltjük egy picit, vagy kihagyjuk, vagy ilyesmi. Meg én egyébként is úgy írom a szövegeket, hogy próbálom ezeket kikerülni, kihagyni, mert tudom, hogy... Szóval nem erőzőnek, ahogy szövegénk, esetleg előfordulni. Ott helyben átköltitek? Hát volt rá példa. És milyen érzés volt legelőször felállni a színpadra? Hát én igazat megvalva, én eléggé be voltam tojva, mert én nem tudtam a szöveget. Tehát én úgy mentem fel, hogy azokat a számokat, amiket ott előadtunk, 4-ből 3-at soha nem tudtunk elnyomni. Legalábbis én miattam. És ott meg sikerült. Igen, sikerült. És... szóval ez, szerintem az ember felmér a színpadra, és nem úgy konkrétan, hogy szereti a dolgot csinálni, akkor végül is szerintem ebből nincsen probléma. Ha valaki a kezébe veszi a CD-teket, két nevet még felfedezhet rajta, Hilda és Lili. Róluk mit kell tudni, kik ők? Hát kedves Lili, ő ugye barátunk ide téről, az utcáról. Hát ők... hát közreműködnek egy-egy számban, ez csak úgy jött. A igazából mi szerettük volna, mert jó hangja van, nagyon szép hangja van, és szerintem színesebb ég. Igen, szerettünk volna egy dallamosabb számot, ami azokat is megfogja, azt a közönséget, aki igazából az ilyen dallamosabb hangzásvilágot szereti, vagy azt részesíti előnyben. És hogyan próbáljátok ezt a lemezt terjeszteni? Hát végül is azt az egy dolog, hogy adogatjuk meg, szóval terjesztjük, meg végül is interneten, szóval lehet rendelni, szóval volt már rá példa, az ország másik végéből rendeltek, és tulajdonképpen interneten keresztül. Aki persze ismer minket, meg bózi, meg ilyesmi, annak azért könnyebb, mert kapcsolatba tud velünk kerülni, de végül is internet a lényeg, meg letölthetőek számon, szóval így terjesztünk. Sokan hallgatják már a zenéteket? Úgy értem a saját környezeteteken kívül, barátokon tudják. Hát hallottunk ilyeneket, hogy haverink voltak Pesten buliba, és ott kérdezték, hogy amikor megtudták, hogy Ózdiak, kérdezték, hogy ismernek-e minket. Hát tulajdonképpen igazából nem tudjuk konkrétan, de azt tudjuk, hogy több helyről is elkezdtek meg a jelzéseket. Vannak ezzel kapcsolatban hosszabb távú elképzelésétek? Ezzel szeretnétek a továbbiakban? Hát mindenképpen jó lenne, hogy az ember azt csinálná, amit szeret, de itt ez Magyarországon még, főleg itt Ózdon, itt ez nem megvalósítható. Naív dolog tervezni, hogy én akkor majd rapper leszek, és ebből fogok élni, és akkor milliómost leszek, mert ez azért... Szóval embernek élni is kell valamiből, és tényleg most
Magyarországon ez nem elég gyerekcipőbe jár a dolog, szóval két lehetőség van, hogy, úgymond eladod magad, és azt és minden megszabnak, hogy mit csináljál, hova menjél, mikor menjél felépni, milyen számok, hogy legyenek, nem te csinálsz semmit. Másrészt meg, hogy így, hogy végül is magadnak csinálsz mindent, de akkor ugye akkor elég nehéz belőle megélni. Meg ez most még nagyon ismerettség alapon van. Tehát, hogyha pesti vagy, akkor ismersz valakit, aki, mit tudom én, a Dope-mennel vagy valakivel együtt dolgozik, akkor azoknak már sinem van, mert most egy CD-vel több, és akkor rajta van, hogy Dope-men keze munkája, meg ilyenek, azoknak egyből kiadják, de azok mennek is a sülyeztőbe. Tehát... Igen, szóval ennek nem igazán van értelme szerintem, hogy csinálnak nekem bizonyos emberkék egy lemezt, hogy legyen még egy arc éppen a palettán, és akkor tulajdonképpen semmi értelme az egész. És ebből hogyan akartok kitörni? Kitörni. Hogy akarjátok megvalósítani akkor azt, hogy a ti CD-tek is ott legyen a polcokon? Hát tulajdonképpen semmi... Tulajdonképpen ez nálunk arról szól, hogy csináljunk zenét, csináljunk számokat, és minél több emberhez eljusson. Szóval totál nem érdekel, hogy most a XY csatornán engem mutatnak-e, vagy ott vagyok-e a Bravo-ba, vagy akármiben. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy legyen lehetőségünk zenét csinálni, viszonylag jó minőséget, mert ugye azért itt otthon nem lehet stúdió minőséget hozni, az azért elég rendesen pénz kell. De szóval ennyi a lényeg. Igen, igazából ezt csak így saját örömünkre csináljuk. Ez meg egy plusz dolog, hogy mások a mi gondolatainkat úgymond megértik, meg hallgatják nap, mint nap. Tehát ez egy plusz ad hozzá, hogy mi ezt szeretjük csinálni. Igen, azért, ami nem az, hogy meghallgat, és akkor hogy hú, de jó, és akkor most ez mekkora sláger, hanem ez olyan, hogy igazából az veszi kezébe, aki szereti az ilyet. Szóval, hát jó, biztos, hogy vannak olyan számaink, amik úgymond könnyebben emészhetőek szerintem, de nem arról szól, hogy most tévé vagy ilyesmi. Szóval meghallgatja valaki is, és hogy belegondol, meg tetszik neki, tulajdonképpen szórakoztatás a zene. És tényleg végül is úgymond magunknak írjuk a számokat, szóval most amikor írok, ott vagyok a papír fölött, egyáltalán nem ilyesmi az eszembe, hogy új, de jó lesz majd ez, meg ez hogy fog szólni, hanem valamit érzek és leírom. És hát, ha jó szám lesz belőle, az csak jó. Ha másiknak tetszik, az meg egy plusz. Van már megint, még mindig ezen helyen vagyok. Folytogatnak az utcák, terek, és nem látom a napot. Sötétség nincs segítség, mert menekül a legénység. Félkezű csöves emberek, mert rékésik a segítség. És itt élek én is, csak az utcákat járom. Nap mint nap látom a saját csíromatásom. De nem tudok mit tenni, mindkét kezem meg van kötve. Lehet, hogy itt kell maradnom, mindörökre. A csend szinte ordít, még a nap is átot fordít. A kietlen utcákon pedig a tömeg felborít. A kés ott van a zsebben, bárhol, bármikor. Leszúrnak az utcán, és még azt sem tudod, ki volt. Egy az egy ellen, ezt már nem ismeri a fertő. Kislányokat erőszakol a város széli erdő. De mégsem egy gettó, nem mondom, hogy így jó. Egy változó félben lévő, észak-keleti régió. És itt élek én is, csak az eget kémlelem. Gondran gyermekkor, élményeit élvezem. De nekem jobb, mint nektek, én jó helyre születtem. Az életemnek értelmét is hamar megleltem. Ez a hip-hop, amit élek, ez a hip-hop, amit érzek. Ez a hip-hop, amit értek, ez a hip-hop, amit kérek. És semmi más nem kell, hogy az idő teljen el. Így megvan rá az esély, hogy az ember boldogságra lel. Ezek felejthető szavak, de az érzés megmarad. A mögöttes tartalom miatt mindig magával ragad. Gondolatok cikáznak és hibáztatod magad. A fejed szép lassan kétszer akkorára dagad. És rájössz, hogy már késő, a szíved szaggatja a véső. Ha nincsen élet célod, úgy sem lehetsz első. A tehetségfejlesztő műhelyekbe a város összes iskolájából jelentkezhetnek az érdeklődő diákok. Az elmúlt két évben informatika, matematika, angol, történelem és helytörténeti műhelyeket indítottak. A foglalkozásokon olyan ismereteket szeretnének nyújtani a gyerekeknek, amelyeket a tananyag nem tartalmaz. Nem a tananyag megerősítéséről van szó, hanem tulajdonképpen
sokkal többet kell, hogy adjunk, ami nem csak a tananyag ismeretanyagát jelenti, hanem a gyerekek egyéb képességeit is fejlesztjük, úgy, mint ismeret, emlékezet, aztán természetesen figyelem, és még az összes többi. Tehát ezekre külön programot kell kidolgozni, és a pályázat anyagához ez hozzátartozik. A tehetségfejlesztő műhelyeken belül a tanévhez igazodva tartják a foglalkozásokat, majd ezt követően a gyerekeknek tábort szerveznek. Ebben az évben Szilvásváradon táboroztak egy hétig a diákok. A tábor a 10 hónapi munkának a folytatása. A 10 hónap alatt a gyerekek képességeit, inkább kimagasló képességeit fejlesztjük, és a tábor idején, ami 5 napos tábor, tulajdonképpen a gyermekek, a tehetséges gyermekek kevésbé erős oldalát fejlesztjük, így a kommunikációs képességeiket, kézügyességüket, vagy éppen a természet szeretetüket és védelmét is a természetnek. A szilvásváradi táborban változatos programot biztosítottak a gyerekeknek, akik számára nagy élményt jelentettek a különböző foglalkozások, kirándulások. Szilvásváradon voltunk, elmentünk Bélapátfalvára az apátságra, és megnéztük a tavat is. Voltunk vadlásan egy erdésszel, erdőn keresztül is mentünk 7-8 kilométert, Bélapátfalváról vissza Szilvásra. Voltunk kerámiás házaspárnál, korongoztunk és szobrokat is készítettünk. Nagyon tetszett a vadlás, láttunk őzet és nyulat is. Érdekes volt, hogy éjszaka a sötétben mentünk és láttuk a csillagokat. Magyarázták a különböző csillagok, mikor jönnek fel az égre. És hát voltak szabad programok is, a Bélapátfalvai tónál játszottunk, ugyanakkor volt egy kis fejtörő, aminek az volt a lényege, hogy a tojást különböző anyagokkal úgy kell beburkolni, hogyha azt leejtjük, ne törjön szét. A Decentrum és a tehetségfejlesztő műhelyek működtetésére idén is sikeresen pályáztak a programban résztvevő pedagógusok. Októbertől ismét indulnak majd a foglalkozások. Ezekre bármely iskolából várják a jelentkezőket. Talán a régi május 1-jéig hangulatát idézte az a felvonulással egybekötött rendezvény, amelyet a Kamasz Parlament kormánya szervezett szombat délután Ózd belvárosában. A fesztiváli hangulatnak részese volt valamennyi általános és középiskola diákja, illetve mindazok a fiatalok, akik fontosnak tartották, hogy egy héttel a népszavazás előtt még egyszer felhívják a figyelmet az ügy fontosságára és arra, hogy minél többen menjenek el szavazni. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az ifjúság is a nagyok tudtára adja azt, hogy mi szeretnénk csatlakozni az Unióhoz, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a formával talán meg tudjuk őket nyerni. A fiatalok eme kezdeményezését a város vezetése is megelégedéssel fogadta. Nagyon örültünk neki, hisz én miattuk fogok igennel szavazni 12-én a népszavazáson, hisz övék a jövő, nekik, ő miattuk dolgozunk, és mikor elmondták, hogy milyen ötleteik vannak, utána azt mondták, hogy de pénzük egy csepp sincs nekik, hisz honnan lenne. És ekkor gondoltam én személy szerint majd később a hivatal és a testület is, hogy segítsük őket. Az iskolák diákjai a városi nagyparkolóban felállított színpadon mutathatták be produkcióikat. Voltak, akik néptánccal készültek, de láthattunk aerobikot és modern táncot is. A nagy cél a fellépőknek kevésbé, ám annál jobban kedvezett a galambröptetésnek és a lufi eregetésnek. Az érdeklődő közönség minden esetre nagy tetszéssel fogadta a gyerekek műsorát. Fiatalsági a jövő, és nekem a mi jövőnk is az övék végül is. Mink idősödünk, ők meg felveszik az egészet, az életet. Igazán majd akkor fogunk ennek örülni, hogyha majd érezzük is. Amúgy jó, fiatalokat össze vannak hozva, csak keveslem az itt lévőket. Jobban kellett volna, hogy mindenki jöjjön, mert nagyon kevesen vannak. A fiatalokat erre kellene buzdítani, hogy itt legyenek, hogy tudják, miről van szó, nem pedig a diszkóra, hogy az legyen kötelező, mert ugyanis az ő jövőjükről van szó. Yeah.
Már az előkészületek ideje alatt nagy volt az izgalom, és jóval a rendezvény kezdete előtt szép számú közönség foglalta el a nézőtér sorait. Az érdeklődők között elsősorban az idősebb korosztály képviseltette magát, ám a fiatalok sem maradtak el. Ez nem csak a vallásos emberek életében fontos, hanem én úgy érzem és úgy gondolom, hogy az itt lakó emberek számára is nagyon fontos, hogy az Úr Jézus Krisztusról szóló örömüzenetet, örömhírt meghallják. Meghallják azt, hogy Isten mennyire szerette ezt a világot, hogy odaáldozta az Úr Jézus Krisztust érettünk, és ez mindenféleképpen életünknek a megváltozását, megerősödését, megújulását jelenti. Az esemény különlegességét és helyi színezetét az adta, hogy városunk öt keresztény gyülekezete együttesen szervezte a gondolatébresztő zenés estéket, a közös áhítatokat. Pénteken az evangélikus és református közösség, szombaton a baptista és pünkösdi gyülekezet, vasárnap pedig a siloám gyülekezet mutatkozott be. A Prokriszt egy olyan változást hozott ebbe a városba, azzal kell kezdenem, hogy ha csak ennyi lett volna a Prokriszt, ami az előzményeknek a hatása, már akkor megérte fölvállalnunk ezt a rendezvényt. Ugyanis itt egy olyan új kezdet kezdődött ebben a városban, hogy a keresztény egyházak egészen közel jöttek egymáshoz, és együtt vállalták fel ennek a rendezvénynek a lebonyolítását. A fellépő közösségek tagjai énekléssel és imádkozással, szóban, illetve a muzsika ereje által tettek tanúbizonyságot hitükről, összetartozásukról, a rendezvény fontosságáról. A mi számunkra nagyon döntő, de én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb lenne azoknak az embereknek, akiknek megszerveztük, akik nem élnek keresztény közösségben, gyülekezeteinkben, és szeretnénk őket megszólítani, egy missziót végezni, hogy oda találjanak ahhoz a Jézushoz, aki az élet ura és pásztora, és akinél valóban érezzük azt, hogy az életünknek minden pillanatban van értelme, szerethetünk, dönthetünk jól, nem rosszul, bölcsességgel rendelkezhetünk a Szentlélek által, és megtapasztalhatjuk azt, hogy szeretni nagyon jó egymást, még akkor is, ha különbözőek vagyunk. A rendezvény legemlékezetesebb pillanatai közé tartoztak az összeurópai műholdas programba való bekapcsolódások, amelyek által a helyszínen lévők is hallgathatták a Németországból közvetített örömüzenetet, és megtapasztalhatták a keresztény közösségek egységének megvalósulását. A népzene és a néptánc kedvelőit idén is változatos programokkal várják a 7. Sajóvölgyi Nemzetközi Folklorfesztivál szervezői. A 13 borsodi településen zajló és augusztus 5-én kezdődő rendezvénysorozaton többek között görög, török, olasz, lengyel és francia táncegyüttesek lépnek majd fel. A hagyományokhoz híven Ózd is vendégül lát majd néhány csoportot. A korábbi években Tózon szerepelt már nálunk görög csapat, egy olasz, egy horvát, egy szlovén és egy litván együttes is. Idén egy francia és egy ukrán zenei egyesület lesz nálunk, mint vendég. A rendezvény sorozat augusztus 5-én kezdődik Kaznitz-Barcikán, az Ózdi program augusztus 9-én pénteken lesz. 18 órakor indul a menet az Újváros tére ABC-től a strand területére, ahol a színpadon fognak majd szerepelni az együttesek. A menettánc lejön a Bojki főúton a strandig. A strand területén 18 óra 30-kor a franciák kezdenek, majd egy 40-45 perces műsort leadnak, és utána következik az ukrán együttes. A fesztiválnyitó menettánc és gálaest Kazincbarcikán lesz. A rendezvény ideje alatt pedig népművészeti kirakodóvásárok és kézműves bemutatók várják az érdeklődőket. Thank you.
Viva Furúria együttes így karácsony előtt egy nagyon szép koncertet adott itt a Borsod-Nádasdi helytörténeti gyűjteményben. Szeretném, hogyha egy picit az együttest bemutatnád. A koncertünk apropója az volt, hogy 10 éves a Borsod-Nádasdi helytörténeti gyűjtemény, és az egyik műsorszám volt az együttesnek a karácsonyi koncertje. 1993-ban alakult általános iskolás gyerekekből az együttesünk, és gyakorlatilag heti kettő alkalommal találkozunk, és ezek a gyerekek szabadidejükben, magánszorgalomból egy kis örömzenélésre szoktak összeérni, mert mi nagyon jól tudjuk, hogy nem zeneiskolai színvonalon játszanak, viszont az összetartó ereje rendkívül erős a csoportnak, és ez a legnagyobb ereje. Találkozunk-e jövőre is veletek? Mindenképpen szeretnénk, de az idejéből tanulva még jobban kiürítjük a gyűjteménynek a nagy termét, és megpróbálunk, hogy még több ember elférjen. Egyébként ilyenkorra fogjuk tenni mostantól kezdve az együttesnek a mindenkori éves nagy koncertjét, és látván az idei érdeklődésből is bizonyára a szülők körében is népszerű lesz maga az időpont miatt, és meg egyáltalán az évzárás miatt. Kívást kapunk, mi elmegyünk. Nagyon-nagyon szeretünk az idősekhez járni, mert ott kapják talán a gyerekek a legnagyobb szeretetet, de Borsod-Nádasdon minden rendezvényen
de Ósztól, Budapestig, Gyomendrőttől, Pécsig, Nádasladánytól, Putnokig szinte mindenhol jártunk már. Nagy élmény volt például a Budapesti Vidámparkon való színpadunknak a színpadán való fellépésünk. Nagy közös élményeink egyik legnagyobbja volt most az Ózdi Rendőrkapitányságon való fellépésünk, ahol igen vidám hangulatból tértünk haza. Tehát felsorolhatatlan, ahová a gyerekekkel elmegyünk, de még egyszer mondom, a legnagyobb ereje ennek a kis társaságnak az, hogy szeretnek együtt lenni a mindennapokban is a gyerekek. Sok olyan dal hangzott most el, ugye, ami a karácsonyhoz kapcsolódik, és én magam is meglepődtem, hogy sok olyan nóta, muzsika elhangzott, ami számomra is ismeretlen volt. Nehéz volt ezeket a dalokat összegyűjteni? Hát abból az alapelvből indultunk ki, hogy a csoporton belül sem mindenki vallásos, vagy egyáltalán Isten hívő, ennek ellenére azonban ezek a népénekek, vallásos énekek annyira a magyar kultúra részei, hogy mindenféle skrupulus, mindenféle bizonytalanság nélkül a gyerekek nagyon jó szívvel megtanulták. Hát ezeket begyűjtöttük, körülbelül ennek a dupláját tudják ők egyébként népénekben, csak nem szerettük volna, hogy egy színű legyen a műsorunk, ezért többféle produkciót láthattunk itt. Szeretnek egyszerűbb műveket klasszikusoktól játszani. Most egyre népszerűbb már a szülők és a gyerekek körében a gitárkíséretest, amikor többen énekelnek, mert hát a furujából fakad az, hogy itt kénytelen vagyok én vagy egy másik kislány énekelni, de amikor mindannyian énekelnek, az az igazi. Az az igazi, és az nagy összetartó erő. Titán kupa a legkisebbeknek először Ózdon. Jól bevált helyszín, kemény, kicsit felázott talaj, de a 11 éveseket ez a legkevésbé sem zavarta. Úgy tekertek az erdős telepen, és olyan lendülettel engedték a járgányt egy-egy komolyabb letörésnél, hogy az ember szája tátva maradt. Mi sem természetesebb, az ózdi fiatalok is nagyon készültek, az U7-es kategóriától elkezdve egészen az U17-esekig bizonyítani akartak hazai pályán. Persze voltak riválisok is, így például a kistarcsai Varró Bálint, aki korosztályos magyar bajnoki cím után érkezett az ózdi versenyre. Nagyon jól sikerült, mert négy versenyt megnyertem, azon kívül csak egy versenyen lettem második, és az országos bajnokságot is meg tudtam nyerni. Hogy érzed ezeken a versenyeken, mennyire nehéz győzni, mennyire kemények az ellenfelek, és milyen pályák vannak? Hát az elején könnyű volt, mert van egy ellenfelem, aki most az országosan is, meg ahol második lettem, eléggé megszorongatott, és hát ezért azért nehezek a pályák is, de jó pályákat csinálnak a gyerekeknek, mert külföldön nincsenek ilyen pályák. Itt a technikára mennek, ott pedig az iramra. Most itt egy edzőtábor is megelőzte a mai versenyt. Szerinted az ózdi ez most milyen pálya, mennyire jó verseny a mostani? Hát nekem nagyon tetszik a pálya, szerintem jó verseny lesz. Kemény volt az edzőtábor, de szerintem jó lesz. Most már azt hiszem, hogy a végéhez közeledünk, és maximálisan meg vagyok elégedve. Igaz, hogy az idő tegnap egy kicsit megtréfált bennünket, de összességében nagyon jó. Hát az edzőtáborról talán annyit, hogy
nagyon jól összeszokott a csapat, egy 24 fős csapat jött össze, Budapestről, Dunántúról, és egy tényleg vadidegen emberek úgy összetudtak napok alatt, sőt fél nap alatt kovácsolódni, hogy szinte mint csapattársak dolgoztak együtt. Nagyon ügyesek voltak a fiúk, a lányok is. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól érezték magukat, és ma be tudják bizonyítani, hogy érdemes volt eljönni ebbe az edzőtáborba, és bizonyítja, hogy ő milyen technikákat és mivel lett okosabb. Gondolom a pálya kialakításakor több éves rutin már a hátatok mögött állt, végül is megszokott vonalvezetésű a pálya, és gondolom, hogy azért ez a tegnapi eső kellett rá, mert így nagyon jó versenyezhető. Igen, egy kicsit izgultunk is, hogy tegnap ugye elindultunk egy szilvásváradi bélapáti túrára, és elkapott az eső bennünket, hazazavart, hogy nagyon fölfogázni a pályánk, de hazajöttünk, lepróbáltuk, hát egy kicsit csúszott, de mostanra egész tökéletes lett. Nem sok variáció van a pályában, hogy tettünk bele, nyilván azért, hogy gondoltunk a kisebbekre, mert azért nekik még ezt csak szokni kell, és azok, akik ugye nem vettek részt az edzőtáborban, tehát jöttek olyanok is, akiknek ez az első versenyük, próbálkoznak, tehát ne vegyük el a kedvét, de amint látom, semmilyen probléma, akadály nincs, mindenki szépen végig tud menni, és élvezi a versenyt. Az ózdi magmára az elején bizonyított, hiszen a hétesztendősöknél Kós Csongor ezüst, a lányoknál pedig Kós Csenge aranyérmet szerzett. Az U9-es lányoknál Kós Tekla győzött, a két évvel nagyobbaknál pedig Csépányi Gergő és Nagymennyi Anett állhatott föl a dobogó második fokára. Engem hívtak ide versenyezni, és télen kezdtem. Ez hanyadik versenyed volt, és hogy tetszett, mennyire ment jól? Hát ez az utolsó előtti volt, de nagyon tetszett, és jó volt. Mennyire fáradtál el? Közepesen. Bírnál még egy futamot? Ha lenne, igen. Meg hát a lányjal elég jóba vagyunk, úgyhogy bírnám. A nagyobbak futamaiban a salgótarjáni bringások domináltak elsősorban, de az Ózdi Kerékpáros Egyesületnek is jutott néhány érem. Fazekas Ádám második, Molnár Patrik harmadik lett, Nagy János egy aranyérem mellett gazdagabb, László Rihárd pedig bronzzal zárta a negyedik futamát a Titán kupának. Az U17-es lányoknál Vasas Bettina győzött. Amíg a kicsik farkasjukban nyomták, addig a nagyobbak Mádon a Zemplén maratonon álltak rajthoz, méghozzá sikerrel. Saját korcsoportjában győzni tudott 95 kilométeren Vasas Ádám és Takács Ádám, megosztott aranyérem született, Kovács István pedig harmadikként zárt. Középtávon Frőlik Tamás vert mindenkit, a Duna maraton után pedig 35 kilométeren Sós Ádám is megismételte az elsőségét Mádon.